A felsővárosi, a hétvezér, az Entai úti, a Kossuth Lajos, a Szénatéri és a Vasvári Pál általános iskola negyedik osztályos tanulóinak csapatai küzdöttek meg egymással a Túrózsáki úti műfüves focipályán. A 12. Aszalvölgyi foci kupán két csoportra osztva mérkőztek meg egymással a csapatok, majd helyosztókkal döntötték el a végeredményt. Deák Lajosné elmondta, ez a nap a családról szólt, a kisgyerekektől az időseken át az aktív életkorban lévő felnőttekig mindenki megtalálhatta a maga sportolási lehetőségeit. Ma nagyon népszerű, készülnek is, bent van a tanterbe, és szinte a gyerekek a negyedik évfolyamban, amikor negyedikesek lesznek, nagyon örülnek, hogy egy kicsit az iskolájukért harcolnak, és szó szerint megmutatják azt a tudást, amit kapnak, készülnek a testnevelés órákon. Az is a cél, hogy eljön az osztály és szurkol a csapatnak, ez is egy ilyen jó erős csapatépítő és összetartó dolog. Az önkormányzati képviselő hozzátette, az aszalvölgyi foci kupa hozzájárulhat a fiatalok egészséges fejlődéséhez is. Pont akkor, amikor a gyerekek próbálják a kiskamaszok megtalálni magukat, hogy milyen, mit is, hogyan, miképpen egy ilyen csapatépítő, erősítő, egy iskola tisztelő, nevelő céljából megépült dolog, mindez a rendezvény. Sporttanárok hozták létre 12 éve, és azóta is rendeletlenül neveljük az ifjúságot. A foci mellett számos egyéb egészségmegőrző és sportprogrammal várták a családokat. Volt közös edzés a szabadidőparkban, Nordic Walking és petang is. A sportos délelőtt folyamán, környezeti tanácsadáson, egészségügyi szűréseken, általános állapotfelmérésen, továbbá életmód tanácsadáson is részt vettek az érdeklődők.